Csaknem 14 ezer gyermek jár német nemzetiségi óvodába, iskolába szerte az országban, ami óriási szám és felelősség, de egyben lehetőség arra, hogy a német kultúrát megőrizzék. Az ő precizitásuk nagyon fontos a nemzet erősítésében, a kormány pedig támogatja ezt a fajta szorgalmat és törekvést, mondta Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, a Kok Valéria Iskola Központ megújult Szőnyi utcai óvodájának átadóján. Jól tudjuk, tapasztaljuk ebben az országban, hogy az ő szorgalmuk, az ő munkaszeretetük, a precizitásuk az nagyon fontos volt ennek a nemzetnek az erősítésében, és jól látható volt, hogy itt, amikor a kicsi gyermekek előadták a műsorukat, ahhoz is szorgalom kellett, nem kevés. És ezek a gyermekek lesznek azok, akik mind az országot erősítik, mind pedig a német nemzetiséget, ezért is támogattuk 400 millió forinttal ennek a, hogy mondjam, lepusztult, szociál, ronda épületnek a felújítását. Aki látta a régit, az nem ismer rá, ráadásul önbővítés is történt, ami csodálatos. Sokan, hát jó értelemben irigykedhetnek rá, de megérdemelték az itt lévők. Országszerte egyszerre 6-7 német intézményben folyik felújítás, és ez óriási dolog, fogalmazott Ritter Imre, az országgyűlés német nemzetiségi képviselője. Ez az óvoda azért is rendkívül fontos, hiszen itt kezdték el elnök asszonyék 9 évvel ezelőtt az egynyelvű óvodai nevelést, és ehhez kapcsolódóan most már az egynyelvű iskolai oktatást, és visszautalhatok Jakob Leyerre, aki az 1930-as években a parlamentben is elmondta, hogy az igazi nemzetiségi iskola az egynyelvű, nemzetiségi nyelvű iskola. Minden más, a második és a harmadik, az már nem teljes értékű. És én bízom benne, hogy ilyen létesítményekben nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk a nemzetiségi pedagógus hallgatói ösztöndíjjal, a pótlékemeléssel, hogy minél több és olyan szinten képzett nemzetiségi pedagógusaink legyenek, hogy meg tudjuk valósítani az óvodába, általános iskolába, középiskolába is a legalább két tannyelvű, de a gyerekek többsége részére az egynyelvű, nemzetiségi nyelvű oktatást. Ez a célunk, és szerintem nagyon jó úton haladunk e felé. A Kok Valéria Iskola Központ 1100 diákjával a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata legnagyobb intézménye. Az önkormányzat elnöke az egykori bölcsőde épületében az óvoda kialakítását szívügyének tekintette. Ahhoz, hogy szakmailag itt magas színvonalú munka folyjon, illetve folyik, annak azért valahol egy feltétele, hogy az infrastruktúrája is olyan legyen. És ezért hát nagyon örülünk neki, és én azt hiszem, hogy az óvonők, a szülők és a gyerekek is egyfajta ajándéknak tekintik, dicséretnek tekintik, hogy ezt a beruházást megvalósítottuk. Nekem személy szerint meg azért fontos, több okból is, részben azért, mert 2 évvel ezelőttig ennek az intézménynek én voltam az igazgatója, és tulajdonképpen én voltam az, aki az óvonőkkel együtt 9 évvel ezelőtt egy egynyelvű német nevelést elindítottunk, ami most már a vetülete az iskolában is látszódik, hogy 3 párhuzamos osztályt indítunk. Még egy személyes dolgot, ha megengednek, az unokáim is ebbe az óvodába jártak, illetve egy még most is itt van, ő a legkisebb, a többiek már iskolások. De hát tudom, hogy ez a személyes szempont nyilván a legutolsó, de azért én nagyon örülök, hogy a többi szülő és nagyszülőtársal együtt, hogy egy ilyen modern, nagyon gyönyörű óvodában tudják a napjaikat tölteni. Az intézményfejlesztés nem csak a pécsi, hanem a baranyai közösségek számára is fontos, fogalmazott Őri László, a Baranya megyei közgyűlés elnöke. Ha valahol, akkor itt van egy igen szép évszázados hagyománya annak, hogy a különböző kultúrájú, de mégiscsak ezt a területet otthonuknak tartó közösségek hogyan élnek együtt, békésen, egymással együttműködve, együtt egy területen. Nekünk az a feladatunk, hogy segítsük a helyi közösségeknek az erősödését, a helyi identitásnak a megtartását, a közösségi tereknek, az oktatási intézményeknek a megújítását, és én azt gondolom, hogy az elmúlt 10 esztendő kiemelkedő
egyértelműen sikeres ebből a szempontból, hiszen sorra újultak meg Baranya megyében oktatási és nevelési intézmények, köztük állami fenntartású intézmények, nemzetiségi fenntartási intézmények, egyházi intézmények és civil intézmények. Amrejné Pesti Ágnes, az iskola központ vezetője, örömét fejezte ki azért, hogy jelenléti oktatással indulhatott a tanév, és hogy az óvodások is a megújult épületben kezdhették el az új nevelési évet. Nagyon jó volt az arcokat látni, 2 évvel ezelőtt volt olyan iskola gyűlésünk, ahol a gyerekek normál módon kezdték az évet. Ugyanez vonatkozik az óvodánkra is. Az új, megújult épületünk itt a Szőnyi utcai óvodánkban nagyon nagy öröm számunkra. A 60-as években épült épületet sikerült oly módon felújítani, hogy mind külsejében, mind pedig belül nagyon nagy beruházás és felújítások révén egy modern, korszerű 21. századi óvodát kaptunk. Jól indul az év. Az óvodaépületet egységes külső szigeteléssel és új nyílászárókkal látták el. Felújították a fűtési rendszert, valamint a belső tereket, továbbá megújult a melegítő konyha is. A korszerűsítés mellett bővült is az épület. Ráépítéssel új napfényes termeket, egy tornaszobát és egy nevelői szobát alakítottak ki. Megújult az általános iskola is, és a közeljövőben a gimnázium bővítése kezdődik meg, hívta fel a figyelmet az igazgató.